fogadtak meg a vendéglátás, vagy inkább vendégszeretetről, és hát akadtak is irigyeim, nyilván én nem nagyon hitték el, hogy dalokat írni mentünk, és tulajdonképpen ez egy ilyen szakmai összejövetel, aminek a középpontjában az alkotás áll. Így többen búcsúztak tőlem jó szórakozást felkiáltásra, szóval, hogy tisztában tegyük, nyilván a dalszerzőtábor az arról szól, hogy azon túl, hogy szakmai kapcsolatokat építünk, azon túl fókuszáltan a dalszerzés a lényeg, a quintesszenciája az egésznek. Hogy nézett kész tulajdonképpen? Tehát hogy állt össze egy nap? Három aktív nap volt, ez három sessiont jelent, mind a három nap különböző grupokban dolgoztunk, ezek hármas csoportok voltak. Az első nap egy amerikai és egy norvég lányjal sodort össze a sors, utána két svéd lányjal, az FMX duóval dolgoztam, az utolsó nap pedig két londonival, úgyhogy abszolút multikulturális volt az egész, borzasztóan nyitottak voltak, nagyon befogadóak, elképesztően inspiráltak, rengeteget tudtam tanulni tőlük, azt gondolom, és remek dalok születtek. Na ez az, hogy akkor a végén meg rá tudtál cáfolni az rikákra, úgy, mint jó szórakozást, hogy a végén azért ott volt a produktom, milyen dalok születtek, és ezeknek egyébként mi lesz a sorsa? Nem koncentráltam, tehát nem úgy kezdtünk el dalt írni, hogy tudtuk, hogy ki ez az előadó, aki a végén utána ezt meg fogja kapni, bár teljesen szabad volt az egész session, tehát nem tartott senki a fegyvert a fejünkhez, hogy mivel kell nekünk foglalkozni. Elkezdtünk írni dalokat, ahogy jött a flow, egy baseline után az első dallamok felkerültek, verze, brikós, refén, ahogy ez normálisan szokott történni, és bár volt olyan, hogy alapvetően melankolikus dalba gondolkodtunk, a végén valami tropical house sült ki belőle. Ez a dal egyébként azóta egy belga, hát mondhatni világsztár, producer DJ-nél landolt, akinek elmondása szerint tetszik a dal, e pillanatban is folynak a tárgyalások, úgyhogy ha minden a helyes mederben megy, és drukkolunk, akkor el tud jutni olyan helyre is a dal, ahol egyébként azt szánjuk. Fontos az, hogy a Svédországban történt meg? Természetesen, nyilván a svédeknél óriási kultúrája van. Hát ott valami van a vízben, tehát hogy... Hát nem, hát... Mi az, amit ők máshogy csinálnak? Nézd, van egy abba, ami egy ilyen nemzeti büszkeség tárgyát képezi. Nyilván hosszú évtizedekre visszamenően van náluk ennek kultúrája. Nyilván az oktatás az, hogy az angol nyelvet 0 éves koruk óta beszélik, illetve a zeneoktatásra is különös figyelmet fordítanak, és itt nem csak a klasszikusra, hanem külön vannak olyan iskolák, ahol a popzenével foglalkoznak. Illetve belátta azt gondolom a vezetés, hogy a dalszerzésből, tehát a showbiznisz ezen ágából is olyan exportot tud termelni, ami szemmel messzire jól lehet utána és adó bevételekben nyilvánul meg, és viszonylag kis befektetése mindössze az oktatás, ami ilyen szempontból befektetésnek minősül, kreatív embereket összehozza, és utána exportot termelnek, a világ harmadik legnagyobb pop exportőrei pedig van előttük egy Egyesült Államok, meg egy Nagy-Britannia, úgyhogy elég nagyban vannak. Hát és egyébként a 45 szerző között azért voltak óriási nevek, azért sok százmilliós nézettség a YouTube-on, de a teljesség igénye nélkül ki az, aki téged megfogott, vagy nagyon vártad vele a vele való találkozást? Hát volt egy Rafaela nevezetű londoni lány, ő dolgozott a Rudimentállal, de a Wilkinsonnal, vagy a Gorgon City-vel is, tehát abszolút ilyen világsztár produkciók ezek. De ott volt például Erais Trefi is, őt a Bombon dala kapcsán ismerhetjük, tavaly nagyon nagyot jött egy ilyen jelenték, tehát 300 millió nézték meg azóta. Voltak ilyen Grammy jelölt arcok, meg a Shine Noddy, aki például a Chainsmokersnek írta, nemrégiben megjelent utolsó, de hát Chainsmokers azóta Grammy díjas, úgyhogy elég nagyban vannak, igen. És te is nagyban voltál, tök király, szuper. Köszönjük szépen. Köszönjük, és szurkolunk a dallal.